2016. június közepén pályázatot nyújtott be Nyíregyháza önkormányzata a terület és településfejlesztési operatív program keretében. A Zöld Város kialakítása Nyíregyháza területén című 1 milliárd 197 millió forintos támogatási szerződést 2016. decemberében írták alá. A fejlesztés során megújult a Bújtosi Városliget, futópályát alakítottak ki, nyilvános mosdót építettek, piknikpadokat és tűzrakóhelyeket telepítettek. Része volt a beruházásnak a Bencúr és a Besenyei tér teljes park rekonstrukciója, növényfelületek megújítása, térkőburkolattal ellátott pihenőfelületek kialakítása, szociális helység és új szökőkút létesítése. Fejlesztették az Arany János utca növényállományát, és megtörtént a Pazonyi tér park rekonstrukciója is. A projekt utolsó, még el nem készült eleme a Bocskai út 16 szám alatt új épület építése, hasznosítása gazdaság élénkítési céllal. Nyíregyházának ez volt a legnagyobb zöldfelületi megújítása, ugyanakkor a város továbbra is törekszik arra, hogy minden zöldfelület lehetőség szerint megújításra kerüljön, így ugye a mostani fejlesztések mellett is, például kerékpárutak mellett is cserjék, növények, fásítás történik, és ugye működik a fásítási akció is, melynek során számos területen újabb fák kerültek elültetésre. Nagyon fontos, hogy a városba érkezőket milyen környezet fogadja. A sok zöld felület egy településen különösen vonzó mind a külföldi, mind a belföldi turisták számára, ezért is jelentősek a zöldváros projekt fejlesztései. Ezek a felújítások lehetővé teszik, hogy folyamatos növekedés mutatkozzon a Nyíregyházán eltöltött vendégészakák számában. Csak egy összehasonlítás, még 2009-ben 104 ezer vendégészakát töltöttek Nyíregyházán a kereskedelmi szálláshelyeken a vendégek, addig ez a szám tavaly már 197 ezer volt, és hogyha ezt hozzáveszünk még a magánszálláshelyeken eltöltött 30 ezer vendégészakát, akkor bőven meghaladtuk a 200 ezres számot, és ez egy nagyon, nagyon szép szám Nyíregyháza életében. A férőhelyek számának bővítése a turizmus egyik kulcspontja, amely nyáron különösen fontos. Erre Sóstún az elmúlt években egyre nagyobb igény mutatkozott, ezért egy 4 csillagos, komplex szolgáltatást nyújtó hotel építésébe kezdtek, amely hamarosan megnyitja kapuit a vendégek számára.